Ez milyen fából van? Ez juhar. Ez is juhar? Juhar. Beledobáljuk a gombát. Igen. Ja, és akkor ezzel. Ezzel vágjuk. Nem kell késsel. És ezt hívják vaháneknek? Ez a vahanek. Ez a vahanek? Igen. És ez a... Ez a szekacskának. Szekacska. Szekacska. Szeletelő. Igen. De szép, nézem, ilyen szép tisztítés. Beledobjuk, így fogjad meg. Pillanatosan megvan. Nem kell vágdosni. Igen. És még ez egy biztos egyéni. Hát ez még a régi kovács csinálta, a feleségemnek a keresztapját. De én csináltam, és odaadtam a fiamnak, lehet, hogy ismeri a Sanyi fiát. Hogy ismerem? Na, ő neki adtam még egy, mondom, hol van Sanyi? Nem viszítek el ilyen kis ízét volni, olyan fájén, de hol nem nálunk van, Ildi elvitte. No, aztán csináltam neki én magam ilyetni, mondom, vigyed el. Béla bácsi, egy kicsit közelről, hogy hagyd vegyem le, mert nagyon szép ez a... Ez ólom, vagy mi ez, ami rajta van? Hát ilyen van. Egy díszfél alumíniumban van. De csak így alumínium? Nem. Egy díszítés. Ólomot nem használtunk, sem használunk. Ez egy nagyon puha fény volt. A keresztapja csinálta neki, hogy keresztanya volt, hogy adtad neki ajándékba. Annak idejében, mikor menyasszonynak, hát milyen nagy érték volt ez. Hát igen. Most meg semmibe se nézik. Nem nézik semmit, akkor melyik gombát aprítják ezzel? Melyik mindenfajta gomba, mindenfajta gomba. A róka gomba, akármi, amit sütni akarunk, meg amit ezért... Szállítani? Azt a gombát, akkor karácsonykor, mikor meg van szárítva, akkor ebben. Káposztába, samúgyom káposztába teszek egy maragi, és a gombával együtt összevaggatom. Aha. Összevaggatom.